Doma szerdán sajnos nem kezdte jól a csapat a szombathelyi mérkőzést, viszont ezt követően vissza tudtunk jönni a meccsbe, de sajnos végén nem sikerült nyernünk. Te hogy látod, mik voltak a főbb hibáink azon a meccsen? Hát igen, sajnos az első negyedet nagyon rosszul kezdtük, ez nagyjából meg is pecsételte a sorsunkat a meccsen, habár a második és a negyedik negyedet megnyertük, és utána partiba voltunk velük. Ez mutatja a csapatnak az összetartását is, viszont így nem tudunk sajnos meccset nyerni, hogyha így kezdjük a meccset, úgyhogy az első negyeden mindenképp változtatnunk kell. Ugye szombaton Falco fog hozzánk látogatni, ami egy tévés meccs is lesz. Te mit vársz ettől a találkozótól? Hát mindenképp legalább annyira fizikális meccset várok, mint amilyen a szombathelyi volt. Maximális koncentrációval és odaadással kell játszanunk, és nem szabad, hogy ilyen hullámvölgyek a csapatot lehúzzák. Mindenképpen mindenkinek 100%-ot kell nyújtani, és akkor meg tudjuk nyerni a mérkőzést.